大名の一存は国を火の海へと変えた。それから故郷の村を離れ一月、道なき道を歩き続けた。時には盗賊に出くわし、ある者は病を患った。行く先々で見る光景が戦の恐ろしさを物語っていた。夜になると収穫できなかった畑のことを思い出す。それに家族のこと、村に住む人々のこと、置き去りにしてきたご先祖様や村の神様には許しを請うばかり。ただ願うはあの伝説の平民の持ちたる国でまた家を建てて平和に暮らすこと。漁師たちに手を貸してもらえた。船は最後の目的地へ向かう準備ができている。大海原が旅立ちを待ち受ける。とにかく無事にたどり着くことを祈ろう。やばい、nem aludtam ki magam így a elmúlt időben, azt most aludtam egy jó erős 8 órát, most ez jó volt. Már az angolt sem fogtam fel semennyire, az meg zavar, így most értem, hogy mi történt. Ugye Japánban minden ilyen szigetcsoportnak volt valami ura, a szamurájak korában elméletek, és a lényeg az, hogy ezek akit én irányítok, ennek az ura, ugye igazából belekeveredtek ilyen háborúba. A lényeg az, hogy el kellett menekülniük, mert ugye bandita lázadások, vagy bandita támadások, meg a háború, akárhova mentek, követte őket, ott kellett hagyni a földjeiket. És hát nekiálltak megkeresni ezt a úgynevezett Peasant Kingdom, ugye ez a paraszt királyság, vagy hát ez az egyszerű ember királyságát. És hát hajóra szálltak, és akkor lényegében így szenvedtünk hajótörést. És elméletileg ez az a sziget, ami ilyen érintetlen, és itt próbálunk újra egyesülni. De ezt már nem tudtam felfogni. Van ez a fáradtság. Oké, azt mondja, hogy akkor életben vagy, igen. Ahol a hajó elsüllyedt, vagy partot ért. Ne mozdulj, megsérültél, rendben vagyok, kicsit fázom, maradj itt, majd segítek, azt mondja. Csinálunk egy tábortüzet. Talán megvéd minket a élővilágtól, a vadontól. Eszközökre lesz szükségem. Nem sokára visszatérek, és akkor ugye megvan az, hogy kell csinálnunk egy kis fejszét. Nekem is jobb így, hogy érteni fogom a dolgokat, mert az baj, nekem nagyon sokat kell gondolkodnom, amíg fordítgatom ezt magamnak. Hát mindenre azt mondják, Gabe általában már hányszor írta teszte is, hogy amire azt mondták, tudod, hogy évjátéka lesz. Én nem hiszek ezekbe. Akinek tetszik, játssza, de azt, hogy most évjátéka lesz, vagy nem, az ilyen másodlagos dolog szerintem. De egyébként az tény, hogy nagyon jó az a game. Az most eddig, nekem is azt mondom, hogy eddig az évben az egyik olyan játék, amiben nem csalódsz. Mert meg van jól csinálva, jól fut, teljesen részletes, ilyen még egy ilyen játék talán nincs, ami ennyire részletes, meg ennyi mechanika van benne. És ugye többszörösen újrajátszható. Igaz, a sztori adott, de a döntések azok nem. És akár még variáltad magadnak a taktikus nehézségen felül azzal is a nehézséget, hogy D&D szabályok szerint játszol, hogy
hogy nem töltöd újra a mentést, állást, hanem mindent csak egyszer csinálsz. De mondjuk ahhoz már inkább javasolt a első végjátszás, utáni végjátszás. Oké, nézzük. Handcraft Hammer. Nagyon jó. Csinálunk egy tábortüzet, mert az nekünk nagyon jó. És akkor csinálunk még egy tentikét, mert nekünk az is nagyon jó. Kell hozzá még egy kis fű. Hello, Tektokolos. Három végjátszás volt. Az is egy jó, figyelj, az is jó játék. Most az Atlas Fallennel is úgy vagyok, hogy folytatom, és megpróbálom megkeresni benne azt, amit ő nagyon jó lesz, mert azt hittem, kicsit kiakadtam ez már. Ez megint az, hogy kell annak a játéknak egy kis patch. De nyilván nem az, mint amit sokan vártunk tőle. Szia Zsotya, hello, hello. Jó lesz, hogy te már annyira fáradt voltam, hogy hihetetlen. Are you feeling better? Jobban érzed magad most már? Igen, köszönöm, azt mondja, minden rendben lesz. I have some fresh fish here. Van némi friss halam. Hadd süssem meg, vagy főzzem meg. Azt mondja, we don't move on. Nem mozdulunk se, we can't spend our whole lives running away. Nem tölthetjük az egész életünket a meneküléssel. Azt mondja, körülnézek, ez fertile land, vagy nézd körül, hogy ez termékeny talaj, magas fák, friss víz. Szóval nem látok egyetlen katonát se, vagy őrt. I believed in the legend, hittem a legendás parasztok királyságában. És hát most nem fog megállni, azt mondja, maybe, igen, talán igazad van, but how do we start, hogyan kezdjünk hozzá? Is this even a village over there, or just ruins? Hogy van-e esetleg valahol itt egy falu, vagy csak romok? I go take look around, de megyek körülnézek, I'm sure I can convince someone to help us. Biztos találkozom, aki tud nekünk segíteni. Az milyen játék? Az Atlas Fallen, mert láttam streamelted, de nem tudtam belenézni. Hát igazából több dologra is hasonlítanám, mert talán nem is tudom minek van titulálva, de Open World, Action RPG, illetve Hack and Slash. Ez mind rajta van. Mert hogy ezt én mind rá tudom mondani. Lesz az is, Tektokolos 3-tól 6-ig lesz Atlas Fallen. Mennyire tér el? Hát a táj az biztos, grafikailag talán szebb, meg kicsit fel van gyorsítva az épületeknek a menete, vagy a építkezés. Hasonló. Meg a sztori. Azt mondja, barátom, I once died, majdnem meghaltam a hajóroncsok között, you have to help us settle here, segítened kell itt letelepedni, hát nem tudom, jött ment senkiként, ilyet senkinek nem mondunk. Meg tudjuk kérdezni, hogy ez a paraszt királyság, Peasant Kingdom, az paraszt királyság, nem? What are these ruins? Mik ezek a romok? Ruins, you say? Romok, azt mondod? This used to be my home, hát ez volt az otthonom, na ezzel jobba kezdtünk nála. Azt mondja, de an engine room, my neighbor started rebellion, azt mondja, hogy az engine room, az ő szomszédja lázadásba kezdett. Egy szövetséges Iki from between the villagers and the Wally against the lord ruling us. Oké, azt mondja, is this peasant kingdom, why do
Where do you came here? Azt mondja, miért jöttél ide? I've got to go, I will talk to you later, nem? Oké, okay, hogy miért jöttél ide? The village died, a falu halott. They still return here to dismantle this house for charcoal and wood. Azt mondta, hogy a falunak vége, ugye a falu halott, de visszajött, hogy lebonts ezeket a házakat a szénért, ugye a faszénért és a fáért. Work for Subore Bay. Azt mondja, Subore Bayért dolgozik, owner of the Iwasaki village. Ez a Suborebi a tulajdonosa az Iwasaki falunak, vagy hát ő a vezető. I'm sure you will meet him soon. Biztos vagyok benne, hogy hamarosan találkozol vele. I will take my house part 2, say my goodbyes and move on. Fogadd a viszontlátásomat, és menj tovább, vagy mi? Jó, azt mondja... Are they really calling us that? Tényleg így hívnak bennünket? So it's not. Nem ez az. It sure is, no. De, valóban ez az. I like the sound of it, the Persian Kingdom. Azt mondja, hogy and I think we deserve it. És azt gondolom, hogy rászolgáltunk. I haven't heard of any other province that would seek of the lords. Ugye kikerült ez a provincia a lordok irányítása alól, hogyha jól értem. És a saját kezükbe vették itt az irányítást az emberek. És akkor... What's the door there? Gallows? Yes, the price of freedom. A jury who led the first Iki, the alliance against Simon Dono, died here. I saw it with my own eyes, I will never forget. Azt kérdezi, hogy az IQ lázadás az jobbá tette az emberek életét. Nem vagyok benne biztos. New set of problems. No, van egy csomó új probléma. Oké, okay, the want to come. Jó, legacy. Jó. Angelo egy bandita volt. Nem, hogy ő használta a fejét, mielőtt kardot ragadott. You have to talk. Tudta, hogy hogyan kell beszélni az emberekhez. Listen, merchants blocking trade routes and looting warehouse. Again. Miért harcolt Angiro a közösségért? Wanted people to work together despite the difference. Jó. Az Angiro szabadította fel itt ezt a helyet. Nagyon jó, de várjatok, mert ez még itt nem fasz. Ja, mert az egy csaj volt. Na, most kérjünk segítséget. Többi falu is itt van valahol. A Szegi ugye a erdészeknek a faluja. Aztán az Aratani az a farm közösség, Iwasaki az meg a bányász, oké. Okay. És ők bányásztak a vasat. Azt mondja, nothing happens in the valley without guns. Jó, semmi nem történik a völgyben. Angelo, it can be dangerous. Jó, azt mondja, hogy tudsz nekünk segíteni? Right, that was you, ez te voltál, láttalak. Azt mondja, örül, hogy itt vagyunk. Pont nem láttam, én kettőkor nyitom újra a boltot. Ebédszünet után 6-ig. Ja, hát igen, 6-tól 9-ig már Baldur's Gate fog menni. Fine line here, but I guess, oké. Okay. Nagyon sok a duma, egy részét át fogom pörgetni, mert szerintem annyira nem lényeges egy ilyen játékban a duma. Oké, okay, csinálnunk kell. Csinálnunk kell egy ilyen edzet. És akkor... Most azt fogom csinálni, hogy szerintem elkezdem lebontani ezeket a
házakat. Hát YouTube-ra most később kerülnek fel elvileg, a Twitch-en van belőle, folyamatosan volt. Most el vagyok havazva nagyon, úgyhogy még idő lesz, még felkerül a YouTube-ra. Arra, de még össze kell vágnom részeket, meg be kell tegelnem, azt le vagyok maradva mindennel is. Meg a Baldur's Gate-ek a részét se tudtam megcsinálni, pedig ott aztán van bőven lemaradás. Na, ide fogjuk újraépíteni a falut erre a szent helyre. Úgyhogy itt én most lebontok mindent. És ez így lesz jó. Leszelvizselünk. Csinálom még felszét. Jó, az a hely egyébként eléggé alkalmas lesz nekünk szerintem mindenre. Szia Norbi! Nem maradtál semmiről, mert csináltam egy új kezdést, tehát annyira fáradt voltam, hogy már nem fogtam fel semmit abból, ami történt, aztán mondom, inkább meg átépítem a falut, lebontom azt, ami leégett itt, és akkor annak a helyére csinálok. Szia, Safi! Köszi szépen! Annak a helyére csinálok inkább falut. Közben nézem, hogy mennyi helyen van, de az van bőven. Jó, elvileg a deszkát ezt meg is kaptuk ugye ezekből a lebontott épületekből. Ezt aminára figyelnem kell. Közben szedek ilyen füveket, mert ez jó lesz nekünk ilyen szalmát csinálni. Úgyis ebből is kell jó sok. Nagyszerű. Van itt egy jó pár bogyó, lehet, hogy ebből gyorsan eszegetek egy kicsit. Csak hogy fenntartsam az egészségszintemet. Oké. Okay. Azt mondja, hogy I'm so tired. I have all the materials for the bell tower. Nem a legjobb plankek. De azért megteszi, és odaadta nekünk a, ami kell, ezt még itt lebontom. És akkor ide fogjuk megcsinálni az új arangtornyot. Azt mondja, hogy village struktúra. Ez nem village struktúra szerintem, hanem... Service building? Nem. De ez village struktúra lesz. Itt van ebbe a távőr, meg van, szia Donzo. Na, ezt valahova ide középre lerakjuk. Így jó is. Kész is van. Igen, the tower has been rebuilt. Újraépítettük. Bellville ring, just like
In the old days, csak úgy, mint a régi időkben azt mondja, leépíteni egy házat. After all that time I spent escaping, see my own house burned, láttuk saját házunkat felgyulladni, vagy leégni, by the Lord's warrior. Az úrnak a harcosai miatt azt mondja, I just wonder that it will feel like. Your house burned, I can relate, I have the same memories, and I kept returning to them for too long. Jó, igazából ennyi, ővel is ugyanezt történt, építsünk egy kis házat. Az első házam akkor az itt is lesz. De kirakjuk a szélére. Ez viszont már inkább váó fát, mert az gyorsabb. Épül a Provence City, úgy-úgy. Közben összetört a fejszém. Lehet, hogy csinálok én még egy fejszét, mert ez hamar fog használódni úgyis. Nem árt, hogyha van nálam több. Közben szedek füvet, mert úgyis kelleni fog az is. Úgy is van. Még mindig vágunk fát. Közben szedek még követ, mert ezt fogom csinálni, hogy mielőtt összetörne a szerszám, kell majd újakat craftolni, és akkor úgy folyamatosan equipeli magát újra és újra. Na. Szia Fury, mi a helyzet? Nem megy, hála jó Istennek. Jó étvágyat, mi volt össze? No space, aha, nincs elég helyem, jó, nem baj, mert úgyis itt most kell a deszka. Azt mondja, drop, 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 drop. És akkor csináljunk egy ilyet. Oké, fasz a minden. Elvileg megvan az összes fám, ugye? Meg bizony. Szia Edikó, köszönöm. Gordon Blur is a jó étvágyat, az jója. Erről a játékról mit lehet tudni? Hát ez olyan, mint a Medieval Dynasty, ilyen túlélő, meg építkezős, menedzsmentes.
Az Atlas Fallenről vegyes érzéseim vannak jelenleg. Vannak jó részei is, meg vannak kevésbé jó részei. Faradtam. Meddit fény néztem. Ott, ott ad. Ja, kösz. Hát, ja, a menedzsment játékokat egyébként szeretem így azért elég otthonosan több bennük mozogni. Ó, basszus. Ne. Nem baj. Kell kő is, meg kell még farönk. Olyan játékra számoltam az Atlas kapcsán. Annyira nem rossz, mert offline én még nézegettem, és a questek azok nem rosszak benne, mert itt tele kell mit benne csinálni. Egy-két ilyen bugot észrevettem, mint például fight közben, nem tudom, az nálad Fury volt-e fight közben. Nagy nehezen lefightolnál egy ilyen rákszerű lényt, és fogja magát és disappear, így eltűnik, újra jön, és akkor meg szétvág, de úgyhogy full HP jön újra, te meg nem, szóval nem, néha van benne ilyen. Még nagyon bugos ez a game, szerintem. Ludes, szia-szia! Na, ide építettük meg akkor a kis falunkat, vagy hát házunkat. Ja, majd még firewood. Na most csinálok egy csomó olyan szalmát. Egy darabig biztos, hogy elég lesz. Kiváló. Spence, örülök, ez a játék van most műsoron. Hát ez most 3-ig lesz, 3-tól 6-ig meg ugye izé lesz majd. Atlasz azok azért. Szeretném az esélyét elvenni egy új játéknak azért.
faszkit volt, na bazzeg, oké. Okay. Kell nekem még tűzifa, azt hol várjunk, azt elvileg azt is én tudok csinálni, nem? Tűzifa. Hogy csinálok tűzifát? Firewood meg stone. Kell még kő. Kellene még kő, kő. Tűzifát azt lehet, hogy úgy tudod csinálni, hogyha izé. Ja, már látom. Oké, megvan. Kellene kő, nem találok követ. Kavicsot akarok. Meg is van. Oké, okay, szuper. Szia, Soul Bursting. Mi a helyzet? Te ez mit keres itt? Szia, Grievous. Fesztiválon vagy? Na, jó szórakozást akkor. Beszélni kell ezzel a Toshichivel. Megvan a ház. Már is? Azt mondja, lenyűgöző, gratulálok. Maybe you should expand build a foreign woodcutter hut. I can show you how to do it. Megkaptuk a tervrajzokat, but overall time to settle down, eh? Azt mondja, just beginning, I was built a place for everyone, mindenkinek, family, friend, neighbors. Ne siessük el annyira dolgokat, annyit mondott. Oké. Okay. Ezeket átpörgetem, mert Francsa kíváncsi erre. Ask Akko to join your village, reach Dynasty Legend 5. Ugye ennyi, itt tartottunk tegnap, úgyhogy most akkor ezt fő csinálni. Ez itt nem az Akko, az már biztos. Beszélünk majd az Akkóval, csak... Húha, elég sötét van. Még egy házat fogok építeni, mert ugye most jelenleg ezek a házak, ezek ilyen egyszemélyes házak. És ez nekünk annyira nem fasza. Bárcsak látnék valamit. Azt kicsit most hiányolom, hogy nem lehet meghatározni, hogy meddig aludjunk, ugye nincs óra. De ezek mit átcsorog itt az én helyemen? I think I heard you talking to someone. This village looks dead, I've got to go, viszlát. Na úgy. Hát benne átcsörög az én házamban a nő, érted? Azért ez kicsit komoly. Tudok még egy alvást, mert nagyon sötét van, na így most már jó. Ez nem lesz így jó, gyerekek. De miért átcsorog az én házamba egy teljesen idegen ember? Na, oké. Okay. Szuper, azt mondja, hogy...
Meg akar ismerni, szia gazember. Megcsinálok még egy ilyen házat, és akkor utána az Akóval beszélek. Hogy jöhet beköltözni. Lehet ilyen követ is szerzek. Csináljunk követ. Kéne még hozzá még több kő. Csináljuk csákányt. Jó a csákány. Úgy. Ja, ez iron, várjál már. Ez is iron, nem mondod. Na ez már jó, az kő. Úgy látszik, hogy itt a vasbányászat az könnyebb lesz, mert itt szerteszét vannak ilyen vastelérek. Van sültalan viszont... Másom nincs. Sorba kell mennünk majd, hogy hogyha megépítem a házat, akkor utána tényleg először azért kéne ezt a wood cutteringet megcsinálni, a favágást, hogy ne nekem kelljen, meg hogy ne kelljen kiirtanom az erdőt, hanem hogy szedjék a fát. Aztán közben elmegyek majd vadászni, mert kelleni fog kaja. Bár az elején az inkább lehet, hogy gyűjtögetés lesz. Egyébként a kajának valamivel több értelme van, mert a staminának a regenerálódása attól függ, ugye? Oké, kell egy csomó plank, meg hát lehet, hogy közben szedek bogyót, vagy nem is tudom. Már van egy darab húsom, ezt mindjárt megsütöm. Másik házban itt van ilyen bogyó, majd ezt is megesszük. Úgy van, és akkor kell nekem a bogyó, meg a kaja. Hát itt a sült hús az fogyni fog bőven, ahogy látom. Gyorsan felturbózom a kaja szükségletet. Nagyon gyorsan elfogy a staminám. Oké, most csináljuk azt, hogy továbbra is ezeket bontom le. Úgyis fog nekem adni egy csomó deszkát.
Milán, hello, bello. Ja, gyere csak, gyere. Legalább látod, hogy milyen a game. Nézzük, itt van egy templom. Csinált még egyből össze fog törni. Oké. Mondjuk a többit is, minél több deszkám lesz, és végül is mondhatjuk, hogy ingyen. A szenem az már van bőven. Bár szén az nekünk nem is kell még. Nagyszerű. Nézzük csak. Szerzek pár kavicsot. Kis bogyó. Egyébként a zenéje is teljesen hasonló, mint a Medinek, pont tegnap ezt mondtam. Csak annyi, hogy raktam bele ugye japán ilyen elemeket. És ugyanaz a lényeg, népességet. Ah, igen, 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 csak itt kezdésnél már. Ugye a dinasztiát ugyanúgy fejlesztett, de nézd csak. Itt kezdésnél 50 épületet tudsz csinálni. Meg más a fejlődési forma valamilyen szinten. Itt a legend, nézd csak. Ja, itt már kaptam is perket, na várjátok azt mindjárt. Azt mondja, you are something of vendor yourself by upping. Micsoda? Your goods, you can get better price when selling. 10%-kal jobb árakat kapok eladásnál. Nyilván azt fogom kirakni. És akkor van a craftsmanship, itt van kettő. Gyorsabban válok fát, meg receive crafting time. 5%-kal hamarabb csinálom a dolgokat, és így megnyílt a következő, majd ez kell. Meg van ez a warrior-os cucc, ez meg gondolom vadászni kell. Meg van ilyen szerzetesi, ehhez meg megint csak valami kell majd későbbről. Meg nem csak olyan van, Milán, van benne olyan rész is, hogy vannak benne a szigeten ilyen speciális épületek, mint például ilyen díszes híd, meg ilyenek. Háború után le van rombolva, és azokat is majd fel lehet építeni. Csak meg kell tervezni. Vannak benne ilyen helyek, ilyen location-ök elvileg. Démon, hello! Köszi szépen a 28. hónapot! Kösz szépen a 28-at! Jut eszembe, srácok! Egyébként, ha hiszitek, ha nem. A Démontól kaptam egy ajándékjátékot máma. Méghozzá nem is akármit, ugye jön majd ez a PD nevű játék. Ez a bankrablós játék, amit kooperatívba lehet tolni. Lesz sztori benne, vagy hát sztoria is lesz, nem csak ugye ilyen küldetések.
És az majd szeptemberben fog megjelenni, és azt kaptam ettől a Steamen, de kapásból egy Gold Edition-t kaptam tőle, amit mondta, hogy nem vagy normális, egyébként így ezután is köszönöm szépen még egyszer. Ami hát azért nem egy 2 forintos dolog, hanem nagyon drága, szóval ilyet még egyszer ne csinálják, össze szépen tényleg. Várépítés? A várépítés az nincsen benne. Legalábbis nem tudok róla. Csinálok meg egy kalapácsot, mert úgyis betörik. Log és plank. Majdnem azt mondta, hogy prank. Oké. Némi szalma. Kell a stamina. Elfogyott a stamina. Tűzifa. És kell még mindig nekünk ilyen léc. Az faszán sikerült kivágni. Figyelni kell, mert hogyha a fejszé, túl közel állsz a fejszény elével ütöd a fát, akkor izére szedi szét. Gajakra. Ami nem olyan jó. Pat. Ja, mert ezek lehet, hogy elégett fák voltak, valószínűleg. Szia, Szentop! Lehet, persze, lehet majd, csak az upgrade, ugye ez később, mert az más típusú fából lesz. De mindjárt megmutatom neked, várjál. Gondolom a szigetelés miatt majd kelleni fog. Nem fog unálni, hát az biztos mondjuk. Úgy van, hogy lehet change-elni, és itt vannak a lehet ugye a falat is változtatni, de vannak ilyen megerősített falak, van egy jó párféle, meg lehet több ablakos falat csinálni, ezek a fal típusok vannak, ez a based wall, van ez a fortified wall, framed, reinforced wall. Ja, van többféle. Meg annyi változott, azt hiszem, jaj, ezért kell csinálni, annyi változott, hogy ezt a házat. Ja, itt van, és csak. Modify, itt vannak a fa típusok, hogy miből lehet csinálni. Premium conifer, ez a legjobb minőségi fa. Meg ha jól láttam, a kész házat azt el lehet mozgatni. Ezt hogy lehetett megcsinálni, várjál? Úgy rémlik, hogy lehetett vele valamit kezdeni, de nem vagyok benne. És csak. Át lehet rakni a kész épületet máshova. Ami azért nem egy rossz dolog, szerintem ilyen a régiben nem volt. Oké, kész van ez is. És hát mielőtt a csajnak szólok, én szerintem olyan favágós cuccot kellene csinálnunk, csak nem tudom, hogy hova csináljam. Ez nekem nem kell, ezt lebontom.
Lehet, hogy ezt nem is lehet innen kiszedni, mi? Azt nem lehet kiszedni, jó, nem baj. Kell nekünk egy favágós épület, amit hát nem is tudom, hogy hova kéne berakni. Berakom ide hátra, erre az oldalra, ide jó lesz. Ja, ide jó lesz. Beállok még egy-két fát. Na, az a baj, hogy az elégett fa, úgyhogy ezt nem is vágom ki, mert ebből csak szenet kapnánk. Nagyszerű. Kiváló. Amikor ezt megépítem, utána fogom ide hívni a csajt. Kellene fog még deszka. Többi részét ezt gyorsan körbeütöm. Ez itt mi? Jó, ez most mindegy. Kell még deszka. Egyelőre egy gyümölcsön élünk. Most kezdésnek talán egyszerűbb, mint elmenni vadászni. Mánát eszünk egész nap. Oké, most egy darabig jók leszünk staminával. Stamina regennel. Ha ezek is egymáson vannak, akkor egyszerre a kettőt meg lehet ütni, az jó. Na. Lehet, hogy kéne aludni egyet lassan, megint.
Na most mennyi az idő? Clear Sky Night. Éjjel, az baj, hogy nincs óra. Óra az jó lenne, hogy bekerülne egyébként, mert... Spring, tavasz. 3/5. Ja, tényleg itt bele kell húzni, mert aztán meg izé lesz. Jön a tél. Night. Visszamenjél. Itt már el is felejtettem, ugye, hogy évszakváltás az ugyanúgy benne van, szóval ezt nekik kell csinálni. Azt mondja, drop, 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 egyelőre csak 3-ot válok át. Többet nem. Kettő. Eddig jók vagyunk. Ide most mi jön? És kell a tető. Ja, még például meg kell kavics. Össze is törött, jó van, akkor csináljunk másik csákányt. Csinálunk meg fejszét, vagy csinálunk meg kalapácsot is, úgy van. Úgyis minden el fog törni. Jó, szuper. Azt mondja, mi kell nekem? Kevés lesz, még kell. Még 5 darab deszk kelleni fog. Ez kiégett fa? Az. Állj, menjünk hátra, így. Jó, és akkor csináljuk úgy. Még ahogy láttam, 3 kellett. Pont jó. Várjál már, ezt viszont nem értem. Jó, így már értem. De tipikus tolóajtó ugye japánoknál, ami van. Oké. Jó, és így kész is van. Nagyszerű. Jó, elvileg ez kész. Elvileg ez kész, elmegyünk a csajér. Szólunk neki, hogy lehet költözni. Aztán lassan majd el kell menjek vadászgatni. Útközben válok még ki fát, meg csinálok több ilyen dárdát.
Egyszerű. Egyelőre csak kettőt csinálok. Több dár, de most egyelőre nem kell, mert elég sok helyet foglal. Ami tényleg jó szerintem, hogy nincsen súlykorlát, hanem csak az inventory limit van meg. Ugyanakkor ugye annyi különbség van a medivalhoz képest, hogy most hiába nincsen súlykorlát, viszont egy darab rönk az egy darab slotot foglal el, szóval összességében ugyanott vagyunk majdnem. Jó, minden egyébként, a víz is jó. Na, megjöttem, Muter. Azt mondja, hogy egy Kerry Good New, igen, hogy hoztam jó híreket. Van egy falu, csatlakozhatsz hozzám. És ismét hihetetlen vagyok. Nagyon jó. Most annyi kell nekünk, hogy a dinasztiát elintézzük. Az Akónak adunk otthont. Mindegy, hogy melyiket, legyen ez. Úgy van. És saját magamnak is kell adnom otthont, ami tök érdekes, de ez is egy változás. Nagyszerű, van otthonunk, ez eddig fasza. Most ami nincs, az az, hogy munkanélküliek vagyunk mind a ketten, hát hurrá. Jelenleg azt mondom, hogy a csajt elküldöm fát vágni talán. Unemployed. Ja, itt lehet kiválasztani, mit csináljon, gondolom. Hogyan van, várjatok. Woodworker in woodcutter at carpentry, hát ez woodcutter. És akkor